Üdvözlet és boldog új évet kívánok mindenkinek! Még 2022 év végén, december utolsó munkanapján kirakta a Pico a 2023-as újdonság katalógusát. Ebben a videóban, az idei első videóban ebből az újdonság katalógusból fogok szemezgetni a H0-as építési nagyságú modellek közül a hazai vonatkozású járműveket fogom egy picit jobban szemügyre venni. Nézzünk is bele a katalógusba. Először az oldalak közt görgetve egy Traxon akad meg a szemünk, egy MÁV startos Trax, 6. korszakos kivitelve, remélhetőleg startos feliratozással, itt a képen a 23-as pályaszámú mozdony található. Nagyon jó hír szerintem, hiszen ugye korábban ugye az Acme a 01-est kiadta ugye a matricás, kandó matricás verzióban, viszont startos 6. korszakos matrica nélküli normál standard festési variánsú mozdony nagyon rég volt már, így éppen érik egy ilyen. A mozdony ára a sima analóg verzióban 161 euróra van írva, illetve itt a Pico írta, hogy lesz belőle gyári hangos is. A mozdony megjelenése ideje a katalógusban ugyan 3. negyedévre van tagsálva, azonban a Pico honlapján 2023. december vége szerepel, meglátjuk majd, mikor fog érkezni a jármű. Egy picit tovább görgetve találunk 2 darab V43-as változatot is. Egy 1001-es pályaszámú, 3. korszakos eredeti kivitelű mozdony. Ugyanaz 1001-esnél 5. korszakot ír a gyártó, azonban a korábban látott handmusterek alapján, illetve egyéb információk alapján ez a 3. korszakos eredeti lámpás, eredeti pályakotróval felszerelt gép várható majd. Illetve egy gyeseves 6. korszakos, már itt, hogyha a képen szereplő mozdony lesz kiadva, akkor zárlámpás gép várható majd. A mozdonyra egyébként 2023 harmadik negyedévét írja a katalógus, és a Pico honlapján is a nyár közepe szerepel. Egy nohab szerepel itt a katalógusban, a 8-as pályaszámú nohabnak a képe van berakva, 5. korszakos kivitelű járműről beszélünk. Meglátjuk, hogy végezetül tényleg a 8-as jön-e vagy nem, de a Pico azért eléggé szokott figyelni arra, hogy a katalógusban szereplő jármű pályaszámával jelentesse meg később őket. Ezt a mozdonyt a második negyedévre írja a katalógus, még nem érkezett meg jelenleg ugye a 17-es nohab se, várhatóan ugye viszonylag hamar fog jönni akkor ezek szerint az 5. korszakos verzió is belőle, szóval aki esetleg 5. korszakos szeretne venni, fölösleges lesz megvenni a 17-est és leragasztani a pályaszámán a kis csillagot, meg kell várni a 5. korszakos gyári kiadás belőle. A személyi kocsik tekintetében egyetlen egy képpel van illusztrálva a poznani kocsik 5. korszakos Intercity festéses verziója, viszont a kép alatt látszik, hogy 3 különböző cikk számon 3 különböző kocsi fog kijönni, egy első osztályú és 2 különböző pályaszámú másodosztályú kocsi, ami várhatóan meg fog jelenni. Negyedévre írja a gyártó. Nagyon érdekes ez a verzió, ugye 5. korszakos Intercity festéssel, ugye pont ez az, amit az NMI is itt most megkerintetett az interneten, hogy majd januártól lehet előrendelni limitált szériába azt a lilafüred Intercityt. Hát a Pico az úgy néz ki, hogy ráharapott a dologra, és ugye náluk nem csak egybe szedbe lehet venni ezeket a kocsikat, hanem külön-külön megvásárolható. Nekem külön öröm, hiszen ugye a már meglévő két Harris IC-s kocsi mellé, akkor már csak egy első osztály, meg egy másodosztály fog kelleni, hogy meglegyen a kis szerelvény. Mindenképpen pozitív hír. Picit sajnálom egyébként, hogy nem sima, normál, nem IC festésűbe jelenteti meg a gyártó, hiszen az azért egy nagyobb, népszerűbb modell lehetne, de hát ismerve a Pico-nak a stratégiáját, hogy ugye először a nagyon ritkább festési és feliratozási variációkkal jön ki, nem lepődtem meg, hogy ezt a verziót választotta. És akkor most nézzük meg azokat a modelleket, amiken nem MÁV vagy gyesen felirat van, mégis hazai vonatkozásúak. Rögtön a 14. oldalon található egy cseh Vectron, a QR kódos festési variációval megáldott mozdony. Ez a mozdony ez elég gyakran bejár hozzánk, én is többször fotóztam, videóztam már itt a 70-es vonalon, szóval Eurocity vonatok elé
tökéletesen megfelel hatodik korszakos jármű. Személykocsik tekintetében, expert személykocsiból egy nagyon régóta szerintem valahol pattogó, lecsapatlan zicsert is lelőtt a Pico, mégpedig a német IC kocsiknak az aktuális ilyen fehér-vörös csíkos verzióját. Ebből egy komplett szerelvényt ki lehet állítani, sőt, elkészítették a vezérlőkocsit is, ráadásul exakt 1,87-es méretarányba, ami nekem azért fontos, hiszen ez a vezérlőkocsi közlekedett annak idején a Liszt-Ferenc Eurocity vonatban, és járt be ugye a délibe is, illetve ugye annak idején ezt az ÖBB-s Sisi szokta húzigálni. Ebből a vezérlőkocsiból és itt a megjelentetett elég sokféle verziójú másod- és első osztályi kocsikból egy nagyon szép Liszt-Ferenc Eurocityt is ki lehet rakni, illetve fel lehet használni egyéb olyan vonatokba is, amik bejártak hozzánk, és ilyen kocsikat tartalmaztak, mint például a Jaroszláv Hasek, a Jeszenszky János, de még a Hungária Eurocityben is ugye előfordulnak ilyen kocsik, úgyhogy elég széles felhasználási körük lehet így hazai vonatkozásba ezeknek a járműveknek. A katalógusban egy nagyon hiánypótló jármű is szerepel, ami nem mávos, mégis rendszeresen napi szinten én is szoktam látni, illetve hát akik itt a 70-es vonal mellett élnek, azoknak is ismerős lehet. Ezek pedig a Cseh vasutaknak az ÖBB-től vásárolt, felújított Eurofima kocsirai. Ezekből van egy két darabos szett, illetve különálló egy darab kocsi. Itt ugye a Pikónak megvan ehhez a járműhöz, én úgy tudom, a teljesen formailag exakt alapmodellje, jó ajtókkal és jó ablaksorral, hiszen ezeket a kocsikat már kiadta a régiójetes festésben korábban, és most végre meg fogják festeni őket a gyári cseh államvasutak festésében. Hát egy picit borsos áruk van, ugye a sima kocsinak is 77 eurós kezdő ára van, illetve a két kocsis szettnek 155 eurós az ára. Viszont egy olyan modellről beszélünk, ami szerintem eléggé hiányzik mostanában. Ugye a Rokónak vannak ilyen festésű kocsijai. Azok a kocsik viszont formailag ugye nem exaktak, ugye az ajtó és az ablaksor nem stimmel. Itt viszont végre egy formailag exakt járműről beszélhetünk. Ami még érdekes lehet, hogy Y kocsikból is megjelentett a Pico 5. korszakos cseh kocsikat. Itt szerepel nekünk egy fekvőhelyes, másodosztályú kocsi. Ez az a kocsi szerintem, amit a Tillig is korábban kiadott. Kíváncsi vagyok, hogy oldja meg ezt a járművet ugye a Pico, úgyhogy mindenképpen be fogok szerezni belőle. Ugye ez a kocsi például elég gyakori vendég volt az Amicus, a Nesebar és más hasonló nemzetközi gyorsvonatokba. Illetve kiadja ennek a kocsi típusnak az első, másod és a másodosztályú tagjait is a gyártó. Ezek a kocsik viszont hozzánk, én úgy tudom, hogy nem jártak be, ez a belföldi forgalmú verziója ezeknek az Y-kocsiknak. Teherkocsi fronton most direkt, exakt, mávos kocsi nincs a felsorolásban, nincs a katalógusban, viszont én találtam egy Eco Rail-es ilyen kis EAS kocsit, ami elég gyakran járkál környékünkön, illetve a PKP-s ilyen kékszínű gags kocsikat is föl lehet használni esetleg egy nemzetközi tehervonatba. Természetesen a megszámlálhatatlan verziójú tartálykocsi, teleszkópos kocsi, fémtekers szállító kocsi és egyéb másik jármű mellett. Startszettek tekintetében továbbra is megtartja a gyártó a jó öreg Taurusos személyvonatos startszettjét, illetve a nagy főkatalógusban benne maradt a Traxos startszett is, valószínűleg ebből is lesz további utángyártás. A főkatalógusban egyébként megtalálható továbbra is a 9-es Taurus külön megvásárolható modellként. Startszettek közül egyébként még hazai vonatkozásúnak tekinthető akár a Herkuleses klasszikus kis tehervonatos startszett, ott ugye a mozdony az, ami elég gyakran bejár hozzánk, ha nem is az a pályaszám, ami ott a startszedben van, de Herkulesek elég gyakran járnak hazánkba. Illetve ugye ide sorolható még a régiójetes kis startszed, hát ugye itt ezeknek az a kis apró hibája, hogy a kocsik azok nem expert kocsik, hanem a sima kis hobbi kocsik vannak megfestve, illetve ugye a mozdony és a kis hobbi kategóriás Trax 1-es, nem a Trax 2-es.
Röviden és tömören ennyi volt így a kis katalógus. Kíváncsi vagyok nektek, mi az, ami a legjobban tetszik, amire a legjobban várni fogtok. Írjátok meg itt a kommentekbe. További szép napot, jó modellezést, sziasztok!